Következik az Azt beszéli. Előadja Erdős Fruzsi. De nagyon jól megfogalmazta a lényeget ez a dal. Köszönjük szépen. Gyere, Fruzsi, csücs ide mellém, mintha pletykálkodnánk, de persze nem tesszük, mert rendes lányok vagyunk. Viszont hadd mondjam el, hogyha vissza szeretnék nézni már ezt a produkciót, akkor megtehetik, hiszen a www.adal.hu weboldalon az összes már látott dalt, illetve produkciót azonnal visszanézhetik, úgyhogy szerintem tegyenek is így, de előbb hallgassuk meg, hogy a zsűrinek hogy tetszett. Gyuri. Először is köszönet a bandának. Röviden hadd mondjam el, hogy nem az, hogy le van kísérve a dal, hanem el van muzsikálva a dal. És ez nagy különbség. Köszönjük, bravo. Másrészt én nekem annyira jó esik hallani ezt a szöveget, mert végre nem ugyanabból a húszóból áll, mint általában a rádióban, amit hallunk, hanem feltételez egy szókincset és egy teljesen egy egyéni mondani valót. Úgyhogy ez én magam részéről szívből gratulálok, ezt komolyan mondom. Köszönjük szépen. Misi. De még egy pillanat, igen, tehát még az, hogy beindult a Flower Power, tehát hogyha az előbb itt Marvin Gaye-t mondtuk, akkor itt most Woodstockot mondom, mert ez egy annyira jó, én szeretem az ilyen zenét, vessetek a mókusok elé, én szeretek ilyen zenét, még muzsikálni is szeretek. Köszönöm szépen. Nagyon gratulálok szívből. Bravo. Fruzsi, sikerült mindannyiunknak végigolvasni veled együtt ezt a népmesét. És hát amiről mindig beszélünk, hogy milyen jó lenne, Istenem, megint olyan dalokat hallani a rádióba, ahol nem szégyeljük azt, hogy valaki tud hangszeren játszani, és mondjuk akár még egy gitárszóló is belefér. És itt volt azért Madinak köszönhetően gitárszóló.
Tapsoljuk meg, nem is akármilyen gitárszóló. Megbocsát, ezt nekem igen. Bocsát, ki nagyon fontos dolgot kifelejtettem, hogy szájgitárt még senki nem kombinált legényessel. Tehát ez... Elképesztően jó volt. Igen. Egyébként Pető Andrea, igaz, ő írta a szöveget. Parádés, zseniális, szellemes. Mosolytsal az ember arcára, kizökkenti abból, amiben egyébként hétköznap létezik, él. És hát csak hogy egy picit hazabeszéljek, tudod, mi jutott eszembe a gitárszólóról? Egy Magna Cum Laude dal és videóklip, amiben azt hangzik el, hogy Csúlya Imre egyébként mondja a szájával, hogy rak bele gitárszólót, kettőt. Dalba, úgyhogy reméljük, hogy a következőben majd két gitárszóló lesz. Gratulálok, Fruzsi! Lássuk akkor a pontokat, Péter. 8 pont. Misi? 8 pontot szeretnék adni. Kati? 8 pont. Gyuri? Nálam is 8 bizony. Köszönjük. Köszönjük szépen, ez 32 pont. Fáradj kérlek a páholyba.